várj, pillanat. Mindjárt ide fog állni. Van ott dohányzás általi halál. De miért? Oda menjen. Ha már dolgoztam vele. Egy-kettő. Igen, körülbelül. Az az asztalunk. Az a díszlet. Köszönöm lelkes társaságnak, hogy kitartott egész nap, és itt voltatok. Nagyon jó érzés volt bentről tudni, hogy vannak még, akik gondolnak ott rám. Nem mondom, hogy nem volt megpróbáltatás volt. És azt sem mondom, hogy most aztán happy, hiszen ez egy elsőfokú ítélet volt. Az elsőfokú ítéletet nekem ítélték, ami azt jelenti, hogy fölmentettek a vádak alól. De az ügyész az rögtön bejelentette, hogy ő fellebbezni fog, mert szerinte csak egy pontban nem teljesült a vád. Véleményem szerint ez nem így van, de mindegy, megvágjuk, hogy ő majd megküldi az ő saját verzióját, és akkor készülni fogunk a második fordulóra is, úgyhogy semmiképp nem hátrálunk meg, vagy nem adjuk fel, vagy nem vesztünk ettől, most nem száll innunkba a bátorságunk. Úgy lehetne fogalmazni, hogy egy csatát megnyertünk, de a háborút azt még nem. És azt gondolom, hogy ez mindannyiótoknak is a győzelme, mert nélkületek ez nem ment volna. Nagyon sokan támogattak, segítettek cikkekkel, írásokkal, biztató szavakkal, és egyáltalán az, hogy vagytok, mert ha én egyedül lennék most is, vagy csak néhányan lennénk, akik annak idején megszólaltunk, akkor biztos, hogy nem tudtunk volna nyerni most sem. Nagyon fontos az, hogy közönség, tömeg, sokan legyünk, akik értik ezt az egész hármányt, ami ránk szabadult. Úgyhogy mindenkinek elismerés, és azt gondolom, hogy mindenkinek egy sikerélmény lehet, hogy ide jutottunk, hogy van valami, ami sikerült. Elmondanám, hogy ez a második, mert a Telexellel is nyertünk, ott már a jogerősen, aki ugye folyton szapult minket, és egy sajtópert elveszített velünk szemben. De biztatásként mondom, hogy van még ezen kívül 5 perem, amit viszek, úgyhogy még van lehetőség bizonyítani. Mindenki nyugodtan gyűjtse az anyagokat, meg a muníciót, mert még ott is hely kell állni. Aztán meglátjuk, reméljük, hogy az óriási világméretű ébredés az elég utóbb oda vezet, hogy világméretben fognak meghátrálni és bukni. Most egyelőre elégedjünk meg azzal, hogy itthon nyertünk egy csatát. Köszönöm szépen nektek még egyszer, hogy itt voltatok. Mi köszönjük? Mi kapnak videókat? Mert én ezt hogy kell, hogy másért gyerekekért. Mi köszönjük?
ugye az, hogy mikor készítek én. Most egyelőre nincs a kapacitásom sajnos. Te csinálsz akkor. Jó, nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer, muszáj vagyok elmenni az ügyvéddel, meg a támogatókkal, akik ott voltak benne. Köszönjük Józsa, amit teszel értünk. Én is köszönöm. Kérdezhetek valamit, ez szakmailag nem jelent. Jó, ez az ítélet, ez egy nagyon jó ítélet, a gondolom szerint. De szakmailag ez nem jelent önnek negatívot, hogy nem. Akkor én ezt rosszul értelmeztem. Nem. Ez egy siker önnek. Ha jogerősen elítélnének, mint... Akkor igen. Akkor büntetett előéletű lenni, de akkor sem a pénzbüntetés, nem a... De az ügyész csak pénzbüntetés. De kér. Az, hogy önnek igaza volt ebben az egész dologból kiállni, ezt nem is... Hogy ez előnyt jelente? Nem, hogy nem ismerte el a bírónő. Tehát ő nem foglalhatott állást ebben. Ez nem érdekes. Az a lényeg, hogy mi magunk gyarapodtunk általa. Tehát rengeteg információ bejött ennek kapcsán, amit fel tudunk használni mások nyilván. Az is egy siker, hogy a Hefner Attilát is felmentettük. Egy csoda. És hogy szerintem van most már 3 nyertek. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ennél jó a gyerekek. Egy nagyon rövid részemről egy kis pár jogi meglátást tennék hozzá. Nagyon ügyesen oldotta meg a bírónő az ítéletet, mert a természetjogot állította szembe a pozitív joggal, ugye a pozitív jog az az írott jog, és most pillanatilag a kormánynak van csak joga bármilyen pozitív jogot alkotni, tehát törvényt hozni, törvényt alkotni, mi ebből ki vagyunk zárva. De ugye a természetjognak a része az erkölcs is, az erkölcsiség, és ő erre hivatkozott be, hogy a Tamasi doktor, ő a saját erkölcsi érzése mentén tette azt, amit tett, és nem mert abba belemenni olyan nagyon a bírónő, hogy jogilag ez mennyire elfogadható, mennyire nem. Ugye tudományos kérdésben, egészségügyi és tudományos kérdésben bíróság nem dönthet, mert abban a pillanatban politikai döntést hoz, és ez a félórás ítélethirdetés, amit kielemezte, tehát jobbról balra, balról jobbra, nagyon ügyesen körbejárta a témát, hogy ne kelljen kimondani, hogy se ez, se az, se amaz. Tehát mintha saját magát mentette volna fel az alól, a teher alól, amit gondolom, hogy őt is nyomja, hogy itt most neki ítéletet kell hoznia. Sikeresen megcsinálta. Az egész szerintem arról szól, hogy a jogalkotás, tehát hogy lehet-e így felülről jogot alkotni, és hogy ez mennyire elfogadható, és hogy ez szokás jogilag be fog-e tudni illeszkedni a magyar jogrendbe. Hát nagyon reméljük, hogy nem. Ugye a rémű törvény nem egy régi törvény, sajnos világszerte kötelezően kellett ilyen törvényt alkossanak a kormányok, nem csak a miénk csinált így, de ezt majd a bíróságok döntései fogják eldönteni, meg az embereknek az ellenállása, hogy ez törvény marad-e, tehát mint szokás, de szokás jobb válik-e belőle. Ez egy negatív szokásjognak fogható fel, hogy hoz a kormány egy törvényt, és akkor megpróbálja, hogy működik-e, ám de ha túl sok olyan döntést hoz a bíróság, hogy amivel ezt a törvényt megtagadja, tehát nem tudják működtetni a törvényt, akkor ez a törvény meg fog szűnni, és nekünk most ez a dolgunk, hogy minden létező úton és módon támadjuk ezeket a hihetetlen, embertelen, emberellenes törvényeket, és teljesen értelmetlen dolgok, tényleg, mintha egy 4 éves gyerek hozta volna. Most végig hallgattam én is a megfogalmazását, hogy hogy egészítették ki, hogy kifejezetten a rendkívüli jogrend alatt, és akkor megint menjünk vissza, hogy egyáltalán milyen alapon hirdette ki a kormány a rendkívüli jogrendet, tehát hol a tudományos alapja. Őneki kellett volna bizonyítaniuk, hogy igenis járvány volt, nem tudja bizonyítani, mert nem tesztelték le az egész országot, mert ez csak azzal tudta volna igazolni, hogy akkor itt tömegjárvány van, nem volt az. Úgyhogy én gratulálok a bírónőnek, hogy ezt ilyen ügyesen megoldotta, és nagyon-nagyon bízok benne, hogy Tamasi doktornak sikerülni fog, és hogy a végén az igazság, és az erkölcsök, az emberség és az emberiség fog nyerni. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy eljöttetek, és a doktor úr mellett kiálltunk. Az orvosok a támogató nemzetközi demonstrációt ezennel berekeztem.
Sziasztok!